Kedves mórások, nagy szeretettel köszöntünk benneteket az idei karácsonyi ünnepségen. Móki azt mondta, hogy most köszöntenem kell elsőként. Az övéket, Móki, hanyadik karácsonyon lesz neked itt a mórában? Hát, gyakorlatilag nem töltöttem még így karácsonyt a mórában, szóval... Na nem úgy értem, móra karácsonyod. Mindegy, beutazós kérdés, majd a következő, a végén, majd a végére megbeszéljük. Minden esetre... Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és át is adnám a szót Mókinak, mert ő konferálja fel az első produkciót. Sziasztok, én is sok szeretettel szeretnélek köszönteni titeket a hagyományos móra karácsonyon, amit idén, hál' Istennek így a Covid járvány után újra meg tudunk tartani. Ez nagyon-nagyon szép időszak, ez a készülődés az ünnepekre, és itt legalább egy kicsit van időnk a vizsgaidőszak, hát felé közeledve, illetve a szorgalmi időszak hajrájában van egy kicsit befelé fordulni, egy kicsit rákészülni az ünnepekre, amire szerintem nagyon-nagyon nagy igénye van a legtöbb embernek, pláne ebben a mostani rohanó világban. Így fogadjátok nagyon sok szeretettel azt a ma esti műsor sorozatot, amit kollégista társaitok állítottak nektek össze, hogy segítsenek nektek egy picit ráhangolódni az ünnepekre. És még mielőtt belecsapnánk mindenféle irodalmi, illetve zenei műsorszámokba, először is hagyományos módon gyújtsuk meg az adventi koszorú gyertyáit, viszont most nem gyújtjuk meg mind a négyet, mert hogy nyitva lesz a kollégium a advent utolsó vasárnapján is. Tehát az első három gyertya meggyújtására szeretném megkérni Pellei Sándort, kollégiumunk portását. István, Roráte. Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak, és még nem tudják, sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, ahogy aludjanak tovább. Hát csak pislognak. Enyhe az idő. A szél csak a kerítések mellett lézenk, ám bár elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjáron, inkább csak cuppog. Néhol egy halk szó, néhol az sem, néhol csak árnyak járnak, néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell lépni, ám bár hiszen sár van mindenütt. Az ég még sötét, a tegnap mondja, mintha még aludna, a mai még nem ébredt fel, és a falu csak tiszta önmagát viszi a hajnali misére. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs. A külső mozgás behúszik a templomba és megnyúszik. Suttog egy kicsit, vár, és amikor már a gyertyák lámja is megdúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vár. Harmatozzatok, égi magasok!
Mise végére egész bemelegedett a templom, szinte otthonos lett. Legalábbis így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte ezt Hosszú Illés is ugyanonnan. Ám bár ha tudták volna, hogy egy véleményen vannak, alig ha érezték volna, ugyanis nagy harag volt a két öreg között. Kitartó, régi harag. Formája sem volt már, nem is emlékeztek, ló volt-e azoka, vagy asszony, minden esetre ragaszkodtak hozzá, mint betegszilva a fához. És most bóbiskolva várják, hogy kiüljön a templom. Az ajtóban még mozgás, hát csak ülnek tovább, sőt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de egyébként is ráér. Félszemmel odapisnat Mátéra, hogy alszik-e már, mozdul-e már, de Máté nem mozdul. Amilyen kutya konok ember volt világéletében, azt várja, gondolja Illés, hogy én menjek előbb, de abból nem eszel. Pedig már a gyertyát is eloldotta a dékán, azaz a harangozó, szóval a sekrestés. Azután csend. Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakravalóba, és a szeme szép lassan lecsukódik. Nem, ijed meg, ez igazán nem szabad. És Mátéra néz, aki úgy látszik, elaludt. Ez hát a híres, mosolyodik el magában, pedig 3 évvel fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégiscsak fiatalabb. Aztán meg milyen sárgák a fülei, na, akár a halotté. Uramisten, csak nem lett vele valami harag ide, harag oda, a rohadt szilva is lepotyanik egyszer a fáról, csendben oda megy Mátéhoz, és borzongva megérinti a vállát. Hallod-e te, Máté? Máté felborkan. Mi? És néz Illésre, mint a csodára. Te vagy az Illés. Én hát, hát mondok, megnézlek, mert olyan formán ültél, hogy... És nézi egymást a két öreg. A templomban meleg csend, a kőszentek elmosolyodnak. Kicsit megszédültem, hazudja Máté, de áhítattal, mert tele van a szíve. Szereti most Illést így közel látni. Hát, na, hál' Istennek, akkor menjünk! És egymás mellett kicsoszognak a templomból. Mi volt ez, Szentatyám? Néz fel egy pufó kis angyal Szent Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett a szívem egyszerre. Két ember kibékült, mondja a főszent, és melegen sóhajt. Csoda, suttogja a kis angyal. Hát bizony, a mai világban, és most mit csinálnak? Nézz utánuk, fiam. A két öreg közben Illés háza elér. Az utca üres, a kémények látsejmet füstölnek a reggelnek, és a kertben puhán békét álmodnak a fák. Gyere be, Máté, rég voltál nálunk, mondja Illés. Lámos sütött a lángon. A toronyban ekkor hetet ütött az óra, és e földi hangtól megmerevettek újra a szobrok, de a mosolygás, mintha ott maradt volna az arcukon. A következő számot fogadjátok nagyon sok szeretettel Mészáros Emmától, Reinhard Chloétól és Pap Zsuzsannától, akik Jan Tiersen Lanoéját fogják nektek előadni.
Wells következik a Móra kórus előadásában. Gitáron kísér Harci Ricsi Kaiser Csilla, kahonon Nagy Bence, csörgőn pedig Pataki Julcsi. Fogadjátok őket szeretettel. Pedig Veres Andrea Hajnalka a Négy gyertya meséje című művét hallhatjátok Pelle és Sanyi előadásában. Veres Andrea Hajnalka a Négy gyertya meséje. Az adventi koszorún négy gyertyaink. Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani, amit beszélgetnek. Én vagyok a béke, de az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. És néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a hajnalán fényesen tündöklő lángra. Azt mondta a második. Én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak, nincs értelme tovább végre. A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya. Én a szeretet vagyok. Nincs már erőm tovább végni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. Ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek a szobába, és mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott. De hiszen nektek égnetek kéne mindörökké. És elkeseredés.
kérdésében sírva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj, amíg nekem van lángom, meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény. A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, és lángjával életre keltette vele a többit. Almási Lili, Mészáros Emma, Nagy Valentina és Várkonyi Petra, Dona Nobis Pácem, Ugolán adják elő, fogadjátok szeretettel.
következő műsorszám pedig Dzsida Jenő Közeleg az ember fia című műve lesz. Előadja Cegléd Illéri. Dzsida Jenő, közeled az ember fia. Tudom, hogy közeled már a jó ember fia, aki nem tőlem és nem tőled kap életet. Néhány pásztornak, akik sohasem öltek nyulat, nem hordoznak emberölő szerszámot, megjelenik az angyal és megjelenik a csillag is, tele lesz dallal a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre, és tudni fogjuk, hogy ő az. Eljönnek az acéltröztök fejedelmei, a petróleumbányák frankos császárai, s könnyel a szemükben letérdelnek elé. Mert ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme, legerősebb részen a karja, és szelíd arcáról ragyog az örök építők acélos vidámsága. Mert ő megmutatja minden vándornak az utat, minden töprengőnek az igazságot, minden haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza nekünk a gépek dalának igazi értelmét. Megmagyarázza és megáldja a fáradt költő legsajgóbb szavait, és mosolyogni fog, és kék-fehér galamb fog ülni a vállán két felől. Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont. Nem ad fegyvert, hanem kenyeret. Ma még sírunk, mert a mosolygás nem én vagyok. Ma még sötét van, mert nem jöttem világosságnak, hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról. Már közeledik az éj, mely szüli a hajnalt. Eljön ő, minden bizonnyal eljön. Műsor folyamon körülbelül feléhez érkeztünk. Michael Bublé Santa Baby-je jön most, és olvasni fogok, mert hosszú a sor. Az öntevékeny, a könnyűzenei öntevékeny csoport következik. Élek Borbé Zsófi, Terdik Sára. Szeretnék mindenképpen megemlíteni Horváth Annát, aki most egészségügyi okok miatt egy picit távol van, vagyis egészen közel, de nem lép fel. Vokál, Borbé Zsófi, Terdik Sára, Harci Ricsi, Kaiser Csilla, gitár, Nagy Bence, Nagy Bence, basszus, Rátki Luca, Kahon, Sütcoszi, Csörgő, Pataki Ülcsi. Thank you.